Én azt látom, hogy Marco Rossi nem csak jó étvágya van, és az olasz konyhát szereti, hanem valószínűleg sokat fürdik is, mert akármilyen gondolata van, akármilyen ötlete jut eszébe, az mindegyik ül, és mindegyik jól működik. Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül. Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy olyan csütörtöki, örömteli csütörtök este után ülünk itt, amikor a magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a világranglistán jóval előtte lévő Szerbiát. Ez az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt jellemző EB és VB selejtezőkön, hogy a magyar válogatottnál előrébb jegyzett csapatot győzzünk le. Egyébként pont Rossi alatt még talán Lengyelországot, ha jól emlékszem, őket sikerült legyőzni ilyen esetben. Erről a mérkőzésről, ennek a mérkőzésnek a tartalmáról, eredmény nem kell, annak örülünk, ugye, a tartalmáról, tanulságról fogunk beszélgetni Kovács Kálmánnal, 56-szoros válogatott, magyar válogatott labdarúgóval. Szia Kálmán! Sziasztok! És Marosi Gerivel, a Sport24 állandó szerzőjével. Szia Geri! Sziasztok! Végig böngésztem a reakciókat, tehát mi erre az alkalmas, ugye a közösségi média, mert ott aztán mindenki elereszti magát, és nagyon furcsa, hogy egy talán azt mondhatom, hogy meglepetés győzelem után, hiszen mindenki úgy ment ki, még Marco Rossi is azt mondta, hogy persze, hát ő mindig győzni szeretne, de azért nem lenne elégedetlen, egy döntetlennel jönnénk haza. Nagyon széles skálán mozogtak a reakciók. Általában nem a szurkolói reakciókat szoktam ilyenkor elővenni, vagy górcső alá venni, hanem közvetlen ismerőseimet, mert azt gondolom róluk, hogy mégis talán visszafogottabban mérlegelnek egy kicsikét, de mégis, hát két véglet, mondok kettőt. Azért világjáték ez a foci, mert nincs még egy olyan labdasportág, amelyben ilyen nyomasztó játékhátrány melletti sikeres tud lenni egy csapat. Ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés például az, hogy Rutka írhatna valamit, hogy már mennyivel járnak előttünk a szerbek is, akik ellen az előző három tétmeccsből kettőt megnyertünk egy döntetlen mellett. Ugye ez kicsikét egy ilyen fricskásabb megközelítés. És hát természetesen van, aki egyértelmű örül, és azt mondja, hogy jobbak voltunk. Ti hogy láttátok ezt a csütörtök esti mérkőzést, Kálmán? Hát én azt láttam, hogy az első fél időben jobbak voltunk, még az 0-1 ellenére, amikor a szerbek vezettek 1-0-ra, akkor is úgy éreztem, hogy van a csapatba, és meglepően jó teljesítmény nyújtott a társaság. Az első félben nagyon friss volt a mindenki, szinte mindenki pörgött, a második fél ide egy kicsit nyomasztóbb szerb fölénnyel telt, de azt gondolom, hogy azt is normálisan kezeltük, mert nem volt vele probléma. Nekem ami meglepő volt, hogy a csatáraink mennyivel gyorsabbak voltak, mint a szervédők, és abban azt, én minden pillanatban az első fél időben éreztem azt, hogy bármikor lehet valami esemény. Mondjuk nem számítottam arra, hogy egy kapura lövés a hosszú sorunknál fogjuk berúgni, és abból lesz az első gól, vagy a második gól, nem számítottam arra, hogy Sallainak egy eltört ballábos lövését Varga Barnabás fogja bepasszolni, de azt mindig éreztem, hogy a magyar támadásokban van veszély, és ötletesebbek vagyunk. Akkor még talán labdabirtoklásban is jobbak voltunk, de igazából én azt éreztem, hogy ebbe a csapatban most van, és azt éreztem, hogy ez ki is fog jönni, tehát az első fél időben. A második fél időben féltettem egy kicsit a fiúkat, és benne volt az egyenlítés a szerbek részéről. Mondják azt, hogy szerencsések voltunk. Nekem, én mindig nagyon szeretek mérkőzést nézni, és szeretem hallgatni a kommentátort, mert annyira befolyásolja a közvéleményt, és Dibusz óriási bravúrokról hallok már. Ma például a tesi tanári öltözőben azt mondták a kollégák, hogy a Dibusz milyen jól védett, ha ő nem védi el jól. Az egyik 2-1-nél volt egy rövidre tartó lövés, amiben azt mondjuk azért, hogy a kapusok rövidben nem nagyon kapjanak gólt, de amit tényleg a feje fölül szépen kiütött, az az egy bravúr volt, 14 méter elő egy lassú fejest, azt viszont azt gondolom, hogy azt minimum... Azóta Milinkovic Savicsi a végén. Igen, azt minimum védeni kell, tehát hogy igazából rendben volt a dolog, és mindig azt érzem, hogy a magyar futball az nagyon megosztó, és nagyon két vélemény van, és mind a két vélemény akkor erősödik meg, amikor épp
neki kedvező az eredmény, pedig pont fordítva kéne. De mi egyáltalán egy győztes meccsnél miért beszélhetünk kedvező eredményről, meg kedvezőtlen eredményről egyén oldaláról? Tehát hogy lehet egy győztes meccs után kedvezőtlen eredményről beszélni? Hát, hogyha én a magyar labdarúgás ellen vagyok, akkor nekem az, hogyha nyernek a fiúk, az nekem nem annyira szimpatikus, ezért ez az eredmény most... De miért van bárki is magyar labdarúgás ellen? Azért, mert amikor én sportoltam, vagy fociztam, akkor Mátraházán fönt voltunk az edzőtáborba, és mondjuk ott készült egy kerékpáros, és beszélgettünk délután, a vacsora előtt beszélgettünk közösen, és mondja, hogy a fociba milyen sok pénz van, akkor még 1600 forintért játszottunk egy bajnoki mérkőzést. Mit sem változott az idő 40 éve? Az 1600 forint azért egy kicsit megemelkedett, hála Istennek, de a fociban milyen sok pénz van, és akkor kérdeztem tőle, hogy oké, rendben van, de hogyha a fociból elvesszük azt a pénzt, ami benne van, abból mennyi fog a kerékpársportba átkerülni, és mondja, hogy egy fillér sem, mondom, akkor ebből a szempontból nem mindegy, de önkéntelenül így vagyunk bekötve, hogy valamilyen viszonyunk van hozzá, ez a labdarúgásnak az előnye, tehát ez mindenféleképpen a pozitív oldal, hogy valahogy viszonyulunk hozzá, még akkor is, hogyha ellendrukkerek vagyunk, akkor is viszonyulunk hozzá valahogy, és valamilyen halmazállapotunk van, tehát hogyha meghalljuk másnap, hogy Magyarország, vagy Szerbia-Magyarország 1-2, akkor az egy érzést vált ki belőlünk. Mindegy, hogy miért. Az a lényeg, hogy nem közömbös. Ha esetleg más sportágról hallunk, és azt halljuk, hogy a szerbek lettek a világbajnokok súlylökésbe, akkor lehet, hogy az annyira nem. Vagy döntőbe jutottak a kosár VB-n. Most például ugye, ezt hallottam az út közben, igen, hogy a kosárlabda VB döntőjébe bejutottak, mi meg kiestünk a csoportból, és akkor mi van? Tehát azért az nem vágja annyira földhöz a magyar embert. Geri, neked milyen volt a viszonyod ehhez a mérkőzéshez így utólag? Én azt éreztem, hogy ez az a lehetett volna döntetlen is, de tulajdonképpen így sem végletesen igazságtalan az, hogy a magyar válogatott győzött. Az lehet, hogy kicsit szerencsés, de most ezzel... Ezt Márkorosz is elismerte, hogy volt egy kis szerencsé. De hát ennyi minimum kell. Tehát az biztos, hogy a válogatott az játékép alapján nem érdemelt vereséget, abban teljesen egyetértek Kálmánnal, hogy az első fél időben kimondottan jó benyomást keltett a válogatott, még úgy is, hogy kicsit azt éreztem, hogy a két gól, főleg az, hogy kettő gyorsan egymás után, az egy kicsit nekem a semmiből jött, és mind a kettőhöz azért valamilyen szinten kellett szerencse is, de ennek ellenére a maga a játék az olyan volt, amivel lehetett vezetni Szerbiában, és nekem az egész meccsen az volt furcsa, hogy kicsit azt éreztem, hogy ilyen barátságos hangulatom volt egy kicsit idézőjelben. Ez most lehet, hogy azért, mert nem lehettek ott a szerb szurkolók rendesen, hiszen éppen ki voltak tiltva a stadionban, és csak gyerekek jöhettek, és ez lehet, hogy egyébként a játékosokat is befolyásolja, ezt Kálmán biztos jobban tudja nálam, hogy ez mennyire, hogy maga a hangulat, hogy azért az nyilván más, amikor nem tudom, rágyújtja a Delia, egy belgrádi rangadóhoz képest. A Marakanát, igen, és... Igen, szerényebb volt a... minden lángol és 60 ezer ember tombol, az nyilván más, mint amikor 6 ezer gyerek kiabál és fújja a különböző hangszereket, mint amit ezt viszonylag jól hallhattunk, és ez lehet, hogy a... Kálmán, mennyire befolyásul egy labdarúgó teljesítményt. Én azon mosolygok, hogy vajon kibe mi marad meg, és az előbb azt mondtam, hogy a riporter, vagy a közvéleménynek a véleménye, és ezt a barátságost már nem először hallom, hogy kicsit barátságos mérkőzés benyomása volt. Nekem az maradt meg, hogy a 15. perc tájékán a két csapatkapitány majdnem összeverekedett a félpályán. Nekem nem ezek a barátságos mérkőzések. A játékvezetőnek kellett ott rendet tenni. Nekem nem ezek a barátságos mérkőzés jelei, de ezért érdekes, hogy vajon hogy csapódnak le bennünk. És önkéntelenül bennünk van az, hogy mindig egy kicsit keressük, hogy mi a megoldás miatt nyerhettünk. Nekem az én olvasatomban a mérkőzés után, mivel a mérkőzés előtt már szóltál, hogy esetleg a mai nap beszélgetünk, és kialakult bennem egy vélemény, és én nekem az volt a véleményem, hogy a szerbek egyenként szinte minden játékosuk jobb, mint a miénk. Tehát mégis csapatként mi sokkal jobban működtünk, és azt mondom, hogy a mérkőzés után nem cseréltem volna le egyetlen egy játékosunkat se. Nekem például az első gól előtt, nem tudom, hogy a 34. percben volt, vagy a 32. percben, ebből a szempontból teljesen mindegy, egy Gudej Négo összecsapás volt, amiről a Négo odapörgette a Sallai elé a labdát, aki először rárúgta ballal, kapus kiütötte, és onnan lett a gól, és
egy Gudej-Négo összecsapásból a Négo került ki győztesen. És ez milyen sportolói karrier, hogy fél évvel ezelőtt elküldték a Fehérvárból, és elkerült a francia bajnokságba, játszik a francia bajnokságba, egy erős bajnokságba játszik, és megveri a Gudejt, aki világszinten is egy jó védőnek számít. Akár még az aranylabda várományos körbe is lehetett volna, mert hogy olyan magas színvonalon játszik. És mégis a Négo nyer egy olyan párharcot, ami egyértelműen a Gudejé volt. És ezek voltak azok a mérkőzés jelenetek, amik nekem eldöntötték azt, hogy hogy a magyar válogatott nagyon toppon volt, és nagyon friss volt, és nagyon, nagyon jól fölépítette magát. Igen, Hajdú B is dicsérte a Négót, ezért több emberben megmaradt, hogy a Négo az első fél időben milyen jól játszott. Én azt éreztem a második fél időben, hogy elég erősen elfáradt, de például ez az egy jelenet, ez azt mutatta, hogy ezek voltak azok a nüanszok, amikor egy jobb játékos elől el tudjuk pörgetni a labdát, és gólhelyzetet tudunk kialakítani a társunknak. Ez miatt a magyar csapat egységesebb volt, és küzdöttünk a másikért is. Tehát, hogy az tényleg benne volt. Én mindig az az érzésem, hogy a magyar futbolista akkor tud jól játszani, hogyha egy kicsit fél az ellenféltől, és tart tőle, és megpróbál nem kikapni, és ebből jönnek a jobb teljesítmények, és az első fél idő kimondottan jó teljesítmény volt a magyar válogatottban. De ez most már azt mondom, hogy tartósabb ez a jó teljesítmény. Ezt akartam kérdezni, Kálmán, hogy nem érzel pálfordulást a rossz ír, főleg az utolsó 2-3 évében azzal szemben, amit mondtál, hogy főleg egy jobb csapat ellen megpróbál nem kikapni a válogatott. Én sokkal inkább azt érzem, hogy jó taktikával nyerni próbál a válogatott az utóbbi 2 évben, most már szinte minden mérkőzésen is, teljesen mindegy, hogy Anglia, Szerbia, Németország, vagy éppen majd Litvánia, Montenegro, Bulgária az ellenfél, mert én folyamatosan azt látom ezen a csapaton, hogy egy viszonylag világos, külső szemlélő által is észrevehető támadás variációkkal vagy taktikai elemekkel próbál adott helyen föltörni védekezést, mint ahogy az első fél időben ez tökéletesen látszott, hogy baloldalról gyönyörűen forgatták át 4-5 alkalommal is pont a Négo fölfutásának Négo oldalára a labdát, ahol mindig sikerült a védelem mögé kerülni, ahogy mondtad, vagy létszámfölényes helyzetet kialakítani, vagy egyáltalán helyzetet kialakítani, vagy helyzethecskét kialakítani. Tehát én pont azt látom, hogy ennek a csapatnak, mind a mellett, amit mondhatok, hogy csapat valóban, és valóban jobban működik csapatként, mint Szerbia. Ezt egyébként pont a szerb kapitány is kiemelte, hogy nekik ez a legnagyobb bajuk, ő is ezt látja, hogy a magyar csapat az egy igazi jó csapat. Ők meg még nem az. Tehát, hogy pont ez az erényünk nekünk, hogy csapatként működünk, és van tudatos játékunk. Nem pedig, amit mondtál, ami valóban igaz volt régen, hogy ússzuk meg vereségnél, tehát kicsikét ilyen kudarckerülő típusú megközelítés volt régebben. Igen, én azt gondolom, hogy a magyar ember alapvetően nem sikerorientált, hanem kudarckerülő, és a magyar futbolista is magyar emberből van, tehát ugyanabból a jellemből. Nem azt mondtam, hogy a Rossi áll így hozzá, én azt mondtam, hogy a játékos jobban odafigyel, jobban akar, hogyha ilyen helyzetbe kerül. Jobb teljesítményre képes, egy kicsit a majré az plusz mozgósítást jelent, és 1-0-nál, akkor beszéljünk az első gólról, kaptunk egy olyan gólt, amit egy 100%-os zicsert a szerb gyerek keresztbe lőtt volna a kapu előtt, körülbelül 10 méterrel ment volna mellé, tehát a Dibusz Dénes azért... Kis túlzás a hátrafelé, tehát párhuzamos volt a gólvonal, a Dibusz azért balézott a Szalaival, hogy mérjét beleállt, a kezébe gurult volna a labda, és épp le kellett volna hajolnia, és ez lett volna a feladat. És tehát, hogy egy ilyen szituációból is ki tudunk jönni úgy, hogy utána ugyanazt a játékot játsszuk, mert van mögöttünk már egy jó pár mérkőzés, ami jó teljesítményt nyújtott. Nekem az egyik, én az Európa-bajnokságon itt Budapesten a franciák elleni meccset elég közelről tudtam nézni, mert akkor önkéntes voltam, és a labdaszedő gyerekekkel voltam, és egész közel voltam a pályához, tehát 10 méterre voltam, és nagyon érdekes például a Fiola gólja azon a mérkőzésen, amikor mindenki arról
beszél, hogy a Fiola milyen szép gólt rugott, közben a Sallai el akart játszani egy faltot, nem fújta le a bíró, a Fiola elé pattant véletlenül a labda, és elvitte, és berúgta a rövidbe. Ami mondjuk azt azért nem nagyon jellemző a Fiola Attilára, tehát hogy azért ez egy meglepetés szituáció volt, de ezek a nüanszok kellenek ahhoz, hogy egy mérkőzés jó eredménnyel záruljon, és én erre mondom azt, hogy ezek a nüanszok, ezek most jönnek a válogatottnak. Ez olyan, mint mikor ott leülünk kártyázni, és hogy jó lapjárásom van, akkor bemerek vállalni jobb dolgokat. Azt gondolom, hogy a válogatottnak most jó lapjárása van, és most kell kérni minél több lapot még. Meg azon gondolkoztam, hogy pont a gól után, hogy maga, nyilván a gól az világon minden csapatnál sokként csapódik, egy minimálisan le, de hogy azért ez elég rövid volt. Tehát ennél sokkal rosszabbakat is láttunk kapott gól után, és ahhoz képest viszonylag hamar visszaállt a úgymond a normális kerékvágásba a dolog, ami a gól előtt zajlott. Én nem láttam űrt egyébként ott a játékban, vagy a fejben. Ez két-három percet, de hogy ilyen nagyon nagy rövid zárlat nem volt, és azon gondolkozom, hogy ebben szerintem nagyon sokat segíthetett az, hogy mondjuk a Nemzetek Ligájában is milyen erős csapatokkal játszott folyamatosan a magyar válogatott, mert volt már tét meccsen ilyen helyzetben, nagyon erős csapatok ellen, abból is kijött valahogy nem egyszer nagyon jól, akkor azért én úgy gondolnám, hogy azért benne lehet fejben, hogy akkor Belgrádban is mitől kellene megborulni. Még akkor is, hogyha a mérkőzés nem úgy megy, ahogy elképzeltük, és viszonylag korán hátrányba kerülünk. Azért nem sok olyan mérkőzés volt, amikor hátrányba kellett játszani. Igazából elég kevés ilyenre emlékszem. Mindig az volt, hogy mi találtuk az első gólt, és akkor azért úgy könnyebb futballozni. Tehát a statisztika azt mutatja, pont a Honvéd kapcsán beszéltem a múlt héten valakivel, hogy 65-70%-ban az első gólt rúgó csapat megnyeri a mérkőzést, vagy legalább döntetlenre hozza, és hát most igazából a 65-70% a szerbeknek. Hát és az még egyébként a Rossinál szerintem még mindig csak egy olyan meccs volt Montenegro ellen, amikor a magyar válogatott vezetett, és utána kikapott, amióta Rossi van. Ez szerintem még mindig az egyetlen olyan meccs, amin első gól megszerzése után kikap a válogatott. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ebbe a csapatban van tartás. Mondjuk azt, hogy megtanultak nyerni, hogy mik ezek a nagyon jó lenne. De ez nem egy nagyon fontos dolog bármelyik sportban, hogy megtanulj nyerni, győztes típus legyél, és csapatjátékban ez különösen nehéz, pláne egy labdarúgásban, hogy 11 játékosnak kell sikerorientáltnak lennie, mert hogyha 2-3 kicsit kudarc kerülőbb, az már húzza vissza a maradék 7-8-at. Világos, tehát én azt gondolom, hogy a magyar utánpótlás nevelés pont erre van, hogy az egyéniségeket veszítjük el, és ilyen sablon játékosokat csinálunk, tehát egy kalap alá veszünk mindenkit, és most azt látom, hogy ebbe a csapatba azért vannak egyéniségek, és akkor beszéljünk az egyéniségekről, mert nekem még nem volt szerencsém a Liverpoolba Szoboszlait látni, játszani. Tegnap nem tetszett, de mégis adott egy olyan tartást, hogy amikor a Szoboszlai rossz formában van, akkor is oda passzolják neki a labdát. De rossz formában volt, vagy pedig a szerbek úgy szervezték a játékot, hogy kicsit elszívják előle a levegőt? Hát nem tudom, a végén volt egy két-három olyan szituáció, amikor egy kicsit szabadabb területbe vihette a labdát, akár kapura is, és mondjuk 5 méterre mellé, az azt jelenti, hogy nekem, hogy egy kicsit a formájával is volt gond, meg megpróbált egyszer-kétszer bőrözni olyan helyzetben, amikor nem biztos, hogy az volt a legelőnyösebb megoldás, tehát hogy meg akarta mutatni azért, hogy jó futballista, de nincs ezzel gond, mert a csapat elbírta. Tehát régen még az én időmben, ha Döme egy kicsit, Détári Lajos egy kicsit rosszabbul játszott, akkor mindenki pánikba esett, és nem tudta, hogy kinek passzolja a labdát. Most meg belépett más helyette, és akkor a Stice vezette keresztbe. Nagy Ádám jobban játszott, mint amennyit idáig vállalni szokott előrefele játékba. Tehát hozzátették a többiek azt a néhány százalékot, ami most esetleg Szoboszlaiból hiányzott. Én a pontrugásokba vártam volna tőle valamit, de
szabadrugásos jutottunk. Igen, tehát hogy talán egy szöglet volt, amit ő végzett el, úgyhogy olyan nagyon nagy eredményt ezzel nem tudtunk elérni, de én azt gondolom, hogy ezek azok a mértföldkövek, amiket most helyre van téve, tehát hogy akkor mégis végigjátszott a mérkőzést, mégis fönt hagyta a mester, mert tudta, hogy neki erre a játékosra szüksége van, és ezt épp fel kell építeni, ahogy mondjuk Négót is felépítette, amikor majdnem a Videóton kispadjáról válogatott kerettag volt, nem játszott, vagy perceket játszott csak, de hogy egész tavalyi évben azért nem a klubcsapatába vívta ki azt az eredményt, amivel bekerült a válogatott keretbe, és mégis ott volt, és most, amikor a Löwában már stabilan játszik, akkor természetes a válogatott behívója. Érdekes, amit mondasz, mert én is visszafogottabbnak éreztem Dominikot, és nem tudtam eldönteni, hogy valóban az van, hogy a szerbek folyamatosan hálózzák, és amikor már a végén, az utolsó 10-15 percen nagyon mennek az eredmény után, és kicsit lazul ez a fajta fegyelem, akkor jutott neki több szabad hely. De ugyanakkor meg a számok azt mutatják, hogy azért marhára nem volt nála rossz helyen a labda, mert 88%-kal tudott ő passzolni. Középpályán egy magyar játékos volt nála jobb passzázalékban, Vili Orbán, aki hát mondjuk többet passzol balra-jobbra, ugye a három belső védő egymásnak. De nála azért nagyon... Ez egy nagyon érdekes dolog. Igen. 88%, ez egy nagyon szép arány. Középpályán kiváló, 10/9. Igen, csak én nem emlékszem egyetlen egy olyan passzára. Többet ér akkor egy olyan passz, ami... Természetesen, tehát ezek a játékosok, Cristiano Ronaldot láttam pont az Üllői úton idézőjelben gyenge formában portugál válogatottban, amikor 1-0-ra nyertek, volt egy kiállítás, Pepe játszott egy faltot, és kiállítottak tőlünk egyet, 10 emberrel játszottunk, és Cristiano Ronaldo néztem, hogy nagyon nem ment neki. És volt annyira rutinos, hogy szépen hátra ment, elkérte a beállóstól, lepasszolta a másik középső védőnek. Tehát a statisztikai adatai szerintem rendben voltak azon a mérkőzések, mert ezek már tudják. Tehát ezek a fiúk már tudják azt, hogy a statisztikai adatokkal is készülnek, és azokban legalább rendben kell lenni, mert rá fognak nézni, hogy akkor hányszor ért labdába, és azt mégsem mondhatják, hogy 10-szer. Nekem 3-szor érjen labdába, legyen 2 gólpassza, és az nekem bőven elég lesz. Tehát, hogy nekem ez jobb statisztikai adat lesz, de természetesen ez csak... Vagy hatékonyabb, mindenképpen hatékonyabb statisztikai adat. Hát 66% az nem lesz hatékonyabb, de azt mondom, hogy több marad meg bennem. Én ezeket keresem, és sajnos néha a Bognár Gyurinak adok igazat, hogy néha a statisztika az elviszi a labdarúgás értékelését, és attól nem hiszem, hogy Vili Orbán játszott csak jobban Szoboszlai Dominik. Csak provokálva mondom, hogy attól még ez nem az ő mérkőzése volt, de ez benne van. Tehát nyert 2-1 csapat, nem kell megmagyarázni, majd vasárnap a csehek ellen jön 2 szabadrugás, abból az egyik remélem, hogy veszélyes lesz, és akkor mindent megbocsájtunk, persze, és megyünk tovább. Nézzük meg szerintem a kicsit úgy sorok szerint védelem, középpálya, támadó sor, hogy ki tetszett, mi tetszett nektek, hol éreztek forma problémát, vagy mentális problémát, kinél, melyik játék kapcsolatban éreztetek ilyet. Hátulról mondjuk Dibusz Dinesről volt már szó. Talán azt nem beszéltünk arról, hogy az első gólnál Dini, hogy első gól után a internet népe Dénest a pokolba kívánta. Igazuk volt? De miért? Hát mert, hogy ugye, amit kiívelt labdát az ellentél fél tévén, abban másfél másodpercen belül gólt kaptunk. És hogy rossz helyre ment az a labda. Az igazság, hogy aki fölkészül a magyar válogatottból, az tudja, hogy a Dénes lábbal nem olyan magabiztos. Tehát emlékszünk a talán Juventus elleni Puskás stadionos mérkőzésre. Tehát ezzel semmi gond nincs. Hát egy kapuskirúgás, azért azt hagy fejelje már el az ellenfél. Tehát, hogy ez ne a kapusnak a hibája legyen. Megint kicsit hangosan lett el, vagy túl lett spilázva a közvetítésbe az, hogy ebből indult, és akkor rögtön, de hát volt egy visszafejelt labda, amit
átvettek a középpályán. Hát ott volt azért egy helyezkedési hiba, persze, is, nem? Tehát mi volt, akkor beszéljünk erről. Mert ugye az a helyezkedési hiba, aztán lehet, hogy én látom rosszul, hogy megcáfoltok, vagy megerősítettek. És egyébként az egész mérkőzésre jellemző volt ez mindaddig, amíg Kerkez Milos a pályán volt, hogy viszonylag tudatosan támadták a magyar védelem bal oldalát a szerbek, és ennél a szituációnál is, ha jól emlékszem, Tadic futott be abba az üres területbe, amit ugye a Kerkez mögé kihúzódó Szalai és Orbán között talált, majd ő tette talán be a kulcspasszot, a labdát eltörő, meg nem mondom, melyik volt az a játékos. Vlahovics talán. Tehát ott elég tudatosan mentek be azokba a területekbe, amit a talán egy kicsit érthető módon az átlagosnál lelkesebb Kerkez Milos hagyott maga mögött. Hát, de ez nem lehet, hogy egy mondjuk mit kalkulált rizikó is. Simán lehet. Aki nagyon támadó hiszen ez volt a feladata, neki játékos, ez alapvetően feladata. Elindul, és ha labda átjut a középpályán, akkor neki jó. De Ha meg visszatámadnak rögtön oda, akkor neki rossz. Akkor másképp fogalmazok, talán mintha a Szalai Kerkez Milos játék kapcsolat nem működött volna olyan hatékonyan, és ez a Szalai Attila játékára is kihagyott szerintem, mert sokszor került olyan, hogy nem tudta eldönteni, hogy most akkor merre mozogjak, mert ugye kettő az egybe jön az ellenfél. Ez nem működött olyan pontosan, mint ahogy mondjuk az előző mérkőzéseken látszott. Én ezt egy kicsit megfordítanám. Emlékszel a szünetre, mi történt a szerb kispadon? Két szélsőt lecserélte azért, mert hogy a Négo meg a Kerkez rendszeresen megverte a saját emberét. Előrefele, igen? Igen, előrefele. Hát mindig van két oldala. Csak ez azért érdekes, mert beszélgetünk arról, és a védelemről akarunk beszélni. Három középső védővel játszottuk, igen. Ők egy centerre, itt ebbe a szituációba kettő érkezett be. Tehát azt nem a szélső védőnek kell megoldani, vagy a szélső középpályásnak, tehát az a háromnak a kapcsolata, tehát hogy az a Lang, Orbán, Szalai kapcsolat, tehát hogy ott nincs igazából benne a baloldali szélső középpályásnak a szerepe, amire húzott is a Stojkovics rögtön egy megoldást, hogy hát akkor a két szélső középpályásukat lecserélik, mert ott verik meg őket, tehát hogy erre 45 perc után rögtön jött egy megoldás. A második fél időben gondunk is volt, tehát hogy a jobbak jöttek be, és előrefele játékba a mi védőinket, vagy a mi szélső középpályásainkat védekezésre kényszerítették, és ezzel szorítottak be a kapunk elé, tehát én nem éreztem. De akkor ezek szerint beszorítottak, nem pedig átadtuk tudatosan a támadás kezdeményezést. Mi játszani akartunk. Azt nem tudták ők eldönteni, hogy a letámadásukat meddig tolják föl nekünk. Az volt a szerencse, hogy olyan mi kapunktól egy 30 méterre megálltak, és nem mentek tovább, és szépen nem mertek annál jobban kinyírni. Tehát az első fél időben voltak olyan megoldásaink, amik egy kicsit arra késztették őket, hogy azért jobb itt stabilan lenni, nehogy véletlenül 3-1 legyen, és teljesen elúszon a mérkőzés, mert a magyar csapatban volt annyi, hogy nem mertek teljesen beszorítani minket a kapunk elé, de akkor is azt éreztem abban a szituációban, hogy ott nekünk előrefele játékban jobban kellett volna tartani a labdát, és tényleg, ha már a 88%-os passzhatékonyságról beszélünk, akkor hátrafele meg oldalra tudtunk passzolni, de előre nem voltunk elég hatékonyak. Ott Sallaiba volt egy kis dinamika, és egyszer-kétszer úgy be lehetett volna területbe indítani, de hát ott meg már a les taktikát jól alkalmazták a szerbek, és egyszer-kétszer kizárták őt a játékból, hogyha elindultak, azt a szerbek jól oldották meg, de én azt mondom, ott is nagyon kompakt volt a csapat, tehát hogy igazából a helyzetet a beíveléseken kívül úgy nem nagyon tudtak kialakítani, bár ott volt ötlet bennük, tehát az utolsó előtti passzig azért elég szépen eljutottak, és ott egyszer-kétszer a középpályánkat megfirkálták, tehát ott volt azért olyan összjáték, amire azt mondott, hogy hú, azért ez nem egy rossz csapat volt, akit legyőztünk, úgyhogy örülök neki, hogy a szerbek a második fél időben így játszottak, mert így még jobban kijön az, hogy egy jó csapatot vertünk meg idegenben, és erre tényleg büszkék lehetnek a fiúk, mert azt gondolom, hogy ez egy férfi munka volt. Geri, védelem, Lang Ádám szerepéről például mit látsz? Elég stabilan
hosszan játszott, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy a védekezés tökéletesen megolda, ahogy egyébként általában mindig megoldja, de nekem mintha úgy tűnik, mint hogy meg lenne neki tiltva mondjuk a kezdeményező passz fölfelé, mert nem nagyon szokott, tehát mindig inkább visszaforgatja, leteszi a Willinek. Az nyilván azért az látszik, hogy inkább Szalai felé szeretünk kifelé, meg előre felé játszani, biztosabb is, jobban is passzol, veszélyesebb is egyébként szerintem, hogyha fölmegy. Én mindig azt érzem Langnál, hogy azért ő nem egy topligás játékos. Nem úgy, mint a két vele egysorban játszó, általában egysorban játszó játékos, és hogy ahhoz képest nagyon jól meg tudja oldani a feladatát. Tehát vele kapcsolatban nekem mindig az az érzésem, hogy így a képességeinél, és néha még talán egy kicsit följebb is teljesít, amikor a válogatottban játszik. Ez viszonylag gyakran előfordul. Igazából az simán egy... lehet, hogy ez a szerepe és ez a feladata, ugye az van, hogy te egyébként nem szervezel, hanem rombolsz, passzolsz. Arra, jobbra, igen. Kicsit előre szögben. Szerintem elég jól le vannak osztva úgymond a kártyák, hogy nem szoktam azt érezni a válogatottnál, hogy valaki mondjuk túlvállalja magát. De akkor ez vagy olyan kockázatokba viszi azt, bele hogy... magát, amit már esetleg nem kellene. Ez jelentheti azt, hogy Marco Rossi elérte azt, hogy minden játékos elfogadja a saját szerepét a csapaton belül? Ez mennyire fontos egyébként? Szerintem most volt pont 5 éve, hogy először ült a válogatott kispadján, én úgy gondolnám, hogy azért kivívta azt a tekintét, hogyha azt kéri, akkor az úgy nagyjából úgy is van. Nekem ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy másik dolog ugrik be, amikor a Hajnal Tamást megkérdezték, hogy választ a Fradiba, hogy választanak ki játékost, és azt mondja, hogy 32 km/h alatt, aki nem tud a fölött futni, azt már meg se nézik, tehát azzal nem foglalkoznak. És azt hiszem, hogy itt van a kulcs, tehát Lang Ádámnak a sebessége az feltétlenül kell, és nagyon fontos sebesség a védelemben. Willi Orbán is egy kicsit más típusú játékos, tehát nem annyira gyors, tehát én azt gondolom, hogy Lang Ádám igazából a gyorsasága miatt van benne ebbe a háromba. Nekem megmondjál még valakit egyébként, aki oda tudnál tenni. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés megint, mert akárkihez nyúl a Rossi, az most bejön. Igen, tehát, hogy bármit csinál, tehát hogyha a Fiolát viszi hátra, akkor a Fiola oldja meg, ha véletlenül például bárkivel megoldotta. Ilyen cinket puzzle-vel játszik, és valahogy minden darab jó. Egyébként. Igen, és az igazság, hogy próbálom néha szakszemmel nézni a mérkőzéseket, na most ez azt jelenti, hogy nem csukom be a szemem körülbelül annyit, mert hogy ha én úgy érzem, hogy valaki egy kicsit is kilóg lefelé, mondjuk lényegtelen a név, akkor biztos, hogy azt fog gólt rúgni. És tudom, hogy a Rossi fönt fogja hagyni, azt, akit le kéne cserélni, és tudom, hogy ő fogja a gólt rúgni, és azzal nyerünk. És ezt nem tudod megmagyarázni. Egyszer volt egy, bocsánat, hogy személyes anekdótával színesítem, hogy próbálom a történetemet, de a Reszeli mellett voltam pályaedzés, a Reszeli betett egy játékost a csapatba, akinek igazából egész héten nem csinált semmit, és nem is szokott bent lenni a keretbe. Ez hagyján, de még be is cserélt egy őrbe, és 2 gólt rúgott, mondjuk az egyiket 11-esbe, és kérdezem, hogy mondd már el, hogy hát miért pont, hogy került be a keretbe, miért került be a hétvégére, és hogy tetted be a csapatba? És azt mondta, hogy csütörtökön zuhanyoztam, és ez jutott eszembe. És tényleg ilyen nüanszokon múlik az edzői karrier. Én azt látom, hogy Marco Rossi nem csak jó étvágya van, és az olasz konyhát szereti, hanem valószínű sokat fürdik is, mert akármilyen gondolata van, akármilyen ötlete jut eszébe, az mindegyik ül, és mindegyik jól működik. A mai világban már azért egy kicsit könnyebb, mert a mérkőzés előtti felmérések azért nagyon sok mindent megmutatnak a játékosokról, és egy nyitott könyv a játékos, és igazából nem nagyon tud mellélőni. Lehet, hogy mondjuk Szoboszlai fizikai állapota ezen a mérkőzés előtt nem volt annyira jó, de hát őt természetesen akkor is beteszed, de a többiek úgy kerültek be, hogy például Loic Négoról biztos volt, hogy top fizikai állapotban van, és azért választotta őt, és a mérkőzés
edzésen ezt természetesen hozta a játékos, és ebbe nagyon jó a rossz, vagy a stábja, most ez teljesen mindegy, hogy mit jelent. Billenjünk rá a középpályára. Mennyire voltatok elégedettek a középpályás játékkal? Szoboszlait érintőlegesen vettük Nagy Ádámot is. Nagy Ádámot megdicsérte a rossz utólag. Igen. Illetve ki is emelte. Négulnál illetve... szerintem az még látszott, hogy amit Kálmán is mondott, hogy azért látszott a második fél időben, hogy fárad, de hogy oda nem nagyon volt csere. Tehát az is látszott, hogy viszonylag rövid a kispad, mert Fiolát valahova be kell, egy balra hozta be, akkor pedig már tényleg ugye Bolla nincs most, és akkor nem is tudom, hogy volt-e még. Szerintem nem volt konkrétan opciója Rosszinak oda frissítésre, már mint olyan, ami mondjuk még védekezésben is jó a játékos, és nem csak előrefelé. Alapvetően talán annyi, ha van valamivel kapcsolatban hiányérzete, akkor talán annyi, hogy mondjuk a második fél időben, amikor a szerbek nyomtak, akkor nem is tiszta helyzetet így nem nagyon sikerült, még akkor sem, amikor már nagyon jöttek. Tehát így magát a szerbeket lekontrázni annyira nem nagyon sikerült. Egyedül a Szoboszlai volt a Szoboszlainak, igen, a lövése, és de hogy körülbelül annyi, hogy ott esetleg lehetett volna, mert hogy az első fél időben az valóban lehetett érezni, és azért az biztos, hogy a szerbek is tud úgy járnak, mint amikor nem a borsz kutakszik, aztán belemegy a darásfészekbe, és megszúrják az orrát, hogy érezték azt a 2-3 csípést az elején, hogy itt azért az ellenfél nem asszisztálni jött kifejezetten, és még veszélyes is lehet, és ez azért kockázatvállalásban gondolom, hogy meggondolásra késztet minden játékost, hogyha látja, vagy főleg érzi a veszélyt, és hogy a második fél időben ebből én kevesebbet éreztem. Persze ez kettős, mert hogy a szerbek is jobban játszottak, de ennek ellenére abban azért reménykedtem, hogy valami ott ülni fog, és a magyar válogatottnak lesz tiszta helyzete, ami meg megint csak egy ilyen szúrás az orrba, hogy figyelj azért erre, mert már megint le tudunk kontrázni. Egy figyelmeztetés úgymond az ellenfélnek. De hogy összességében, főleg az első fél időben én kimondottan elégedett voltam azzal, amit egy olyan középpálya csinált, ahonnan rengeteg ember hiányzott. Már nem feltétlenül az, hogy a kezdő így jó, csak hogy így a mélységben ugye Vécsei klubot cserélt, nem lehetett. Nem lehetett itt Barát, keveset játszik, nem lehetett itt, tehát így újoncot Szerbiában EB-selejtezőn avatni, az nem feltétlenül a leggyakoribb dolgok egyike, és Kata Mihály mégis bekerült. Pláne tengelyben. És szerintem lehetett is várni, hogy őt be fogja hozni Rossi. Szóval ott így eléggé kiritkult a válogatott, és ahhoz képest ez kimondottan jó. Na akkor én visszakérdezek, akkor miért cserélik le a Milosta, Kerkez Milosta Rossi? Azért, mert a mai futballban két szélen lévő játékosnak annyit kell futni, hogy az fizikálisan bírhatatlan. Tehát ott automatikusan jön. Volt, amikor mi úgy játszottunk Franciaországban, Valenciennben, hogy négy csatár volt, akkor kettő kezdett, az játszott 60 percet, és utána jött a másik kettő 30 percet. Ennyire nem túlzott a dolog. Ott se volt minden mérkőzésen. Pláne szárnyvédőként. De azt gondolom, hogy itt fizikálisan érezte, hogy valahogy frissíteni kell, meg érezte, hogy hát ott azért jó sikerült az ottani csere, és ott már azért egy kicsit megúsznak a szerbek, tehát hogy azt az oldalt meg kell fogni, és nem Kerkez és Fiola közötti különbség, de frissességben azért a 60 perc és a 0 perc között azért jelentős különbség van, és a Fiola előrefele nem is tudta megoldani, a védekezés részét megoldotta, és kettőre vezettünk, tehát egyértelmű, hogy... Stabilabb is lett akkor az a igen, ott megfogtuk az ő jobb oldalát, és legalább kevesebb labda jött be arról az oldalról. Jobb lett volna, ha még Kerkez előre fele jobb, tehát hogy a több akciónk lett volna, majd lehetőségünk volt, de lett volna, hogyha ő marad, de azt gondolom, hogy nem ez volt a cél, és természetesen a 2-1-es eredmény megtartása volt. Nem sértődött volna meg Marco Rossi, hogyha véletlenül találunk még egy gólt, és valami történik, de azt gondolom, hogy ő is érezte, hogy ezen a mérkőzésen most, ha nem kapunk többet, akkor ez a mérkőzés meg lesz, és benne van a védelemben azt, hogy lehúzza a kapott gól nélkül. Támadók? Varga, az pont olyan volt, hogy amikor nagyon jó formában vagy, akkor gyakorlatilag minden előbb-utóbb, nem? Elét kerül, berúgó. Tehát most mennyire volt Varga dicséret az a gól? Jó helyen, lehető legjobb helyen volt jókor. Belekapott egy rossz lövésbe, ami tényleg a
jó formában lévő csatár, de nekem előtte kétszer úgy megverte a 16-oson belül a védőjét. Kétszer is visszapasszolta, nem volt érkező, az egyiknél volt már kicsit hátrébb, a másiknál nem volt érkező, de én nem gondoltam volna, hogy ennyire meg tudja verni. Tehát ott láttam azt, hogy olyan frissességgel, dinamikai fölényben vagyunk, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatja a védőket. Egy kicsit a Barnabásra, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy mérges vagyok, de elvitte kicsit a játékvezetővel való viszony kialakítása, elvitte egy kicsit az ő mérkőzését, még több volt benne, mert forma alapján és teljesítmény alapján még több jöhetett volna ki belőle. Nem szeretném az ő nyakába varni a gólt, de amikor a Dibusz kirúgta a labdát, akkor középpen azért illett volna egy ilyen jó adottságokkal rendelkező embernek felugrani a 40 métert szálló labdán, ami nem azt mondom, hogy az ő hibája volt, csak hogy az internet népe ráverte a Dibuszra, amit én egyáltalán mondjuk kellett volna egy olyan 18 méter sprinteljen ahhoz, hogy ott hát fejpárba tudjunk keveredni. Figyelj, de 40 métert repült a labda, ez kétségtelen. De nem, amikor kapuskirúgás van, akkor elméletileg abban a pozícióban azért rúgja a Dibusz középre föl a labdát, mert ott van a centerünk, és a centerünk jól fejjel, és előtte nyert már fejpár baj, tehát hogy azért azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy hátránya volt. Nem tudom pontosan hol volt, talán 5 méterre volt ettől az esettől, de azt gondolom, hogy ha már kell, akkor ott ő is szívesebben segített volna be, mint hogy gólt kapunk belőle, tehát ő is szívesebben felugrott volna. De ezt nem arra mondom, csak arra mondom, hogy a futballban mindig vannak olyanok, amik történhetne másképp. Lehetett volna másképp, és sajnos kétszer nem tudunk ugyanazt az akciót, nem tudjuk végigvezetni, vagy mi végig tudnánk, csak ott az ellenfél, aki mindig más reagál rá, és más megoldásokat választ. Ezért jó a taktika, tehát mondjuk, hogy kidolgozott variációk vannak, és nagyon szeretem, mikor szabadrugás variációban megvan a kidolgozás, aztán valaki hibázik, és pont abból rugunk gólt, és pont az fog rugni gólt, aki nem oda fut, ahova kellett volna. Tehát ezt már nem egyszer végigéltük a pályafutás alatt, és ez a normális, tehát hogy persze van egy alapelképzelésünk, de hogyha valaki véletlenül hoz egy más döntést, vagy valami másképp alakul, akkor arra is kell reagálni, és lehet, hogy ott lehet megtalálni a legjobb megoldást. Varganál még ez az irgalmatlan önbizalom az azért látszik rajta, hogy most tényleg mindenben jön, mindenhonnan minden. Varga szerintem egy nagyon jó játékos, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jó labdarúgó. Szerintem nagyon könnyen lehet, hogy Rossi megtalálta azt, akit keresett oda. Nyilván az kell, hogy Brent továbbra is rendszeresen játszon, és legalább nyilván ez a forma nem tartható a végtelenségig, mert akkor itt van a magyar Haaland, és nem tudom, 47 góllal fogja zárni az idényt, ami azért valószínűtlen, de hogy azért megtartsa valamennyire ezt a formát, és megkapja a játékperceket a Fradiban, azt majd nyilván meglátjuk, hiszen most edzőcsere, a riválisa dolgozott már együtt az új edzővel korábban, posztriválisa, és egyébként is nyilván várható az, hogy többet fognak rotálni, mert hát miért ne rotálnának, azért van. Nem Pesicset nem azért hozták, hogy végignézze az idényt a kispadról, gondolom legalábbis. De hogyha valami nagyon kellett szerintem Rossinak az az, hogy legyen egy ilyen befejező csatára, és tényleg az, hogy eszméletlen, nem tudom, engem mindig nagyon, nagyon meggyőző, hogy levegőbb fölmegy, nagyon jó ütemben, nagyon jó fejjel, nagyon tetszik a mozgása. De nekem azt hiszem, nem csak fejjel, hanem a játékban is, kis játékban is, lekészítésben is nagyon... Szerintem átlag fölötti magyar szemszögből nézem mindenképpen. Az nagyon érdekes, hogy meddig nem vették észre tulajdonképpen itthon. Hát nem is nagyon volt itthon. Nyilván mi sem, akik mondjuk nyírunk róla. Nekem Varga Barnabással kapcsolatban a mostani gólja az egy az egybe ugyanaz a gól, mint amit a Paksnak rúgott, mondjuk ott pont fejelte, visszafejelte egy labdát a hosszúra, eltörte a kapáslövést 5 méterről, és égbe kiáltó hiba lett volna, és ő meg a hosszú kapufánál érkezett, és egy helybe állt, és szinte fejbe rúgták a labdával, és bement. Tehát amikor beszéltünk a kártyázásról, amikor jön a lap, akkor minden, akkor 19-re is kérhetsz. Lesznek azért rosszabb formák, és lesznek olyan szituációk, amikor a 11-ese fog jönni a disznó, vagy mit tudom én, hogy tehát a 10-es, hanem rossz lapot fogsz kapni, de most nem ez van, és én azt gondolom, hogy ezt addig kell ütni a vasat tényleg, amíg meleg, és Varga
a Barnabás most nagyon jó formában van. Én most azt gondolom, hogy mindenki sokat vár tőle. Említetted az emberét, és képzeld el, hogy néha ilyen apró hibákat elkövetek, hogy a Fradi 2, MTK 2 tartalék meccsre mentem ki pont a kupa mérkőzés előtt, és láttam a Fradi igazolását, és még ütközni se tudott az MTK védőkkel, fiatalokkal, mert hogy úgy fájt a válla, és 3 nap múlva pedig kupamérkőzésen gólt rúgott. Hát én már akkor csodálkoztam, hogy hogy került egyáltalán a keretbe az alapján, a felkészülési mérkőzés alapján, de ez a futball. Tehát akiben benne van a tudás, az azért ki fog jönni, de azt gondolom, hogy most természetesen nem a kispadra hozták, de Varga Barna a kispadra hozták, és azt gondolom, hogy most ez a center poszt a Fradiba az övé. Ez olyan, mint mikor a Böde Danira ráhoztak mindenkit, rivális, mindig és mindig Böde játszott, és azon mosolygott, hogy hát hozhatnak ide bárkit, a 4.-5. forduló után Böde Dani fog játszani. Szerintem Rossi ezzel nagyon kiegyezne, hogy Varga letéphetetlenül fölveszi a Fradi center vezét. Igen, de Böde Dani a válogatottban azért nem oldotta meg olyan szint, mint Varga Barnabásnak esélye van. Azt gondolom, hogy itt megint a fizikai adottságok, a gyorsaság az nagyon nagy előny a Barnabásnál. Kicsit a fejét kell ebből hogy egy kicsit megnyugtatni, és esetleg azzal egy kicsit többet foglalkozni, hogy lehet csak a mérkőzésre, csak arra a szituációra, ami neked segít, az, hogy most a játékvezető fúj ellened egy faltot, vagy nem fúj, ugyanannyit fúj majdnem ellened, mint neked, tehát mindenki most már úgy megy föl, hogy akár fújhatna az ellenkező irányba is, de hát szerintem ez a normális. Az tetszett a játékvezetőbe, hogy nem akarta szétfújni ezt a mérkőzést. Tudom, hogy mindig megemlítették, hogy nekünk csak egy faltot fújtak benne, most ez volt a második, meg harmadik, de olyan sokat nem is láttam. Tehát egyik csapat se volt. Ha a barátságos arról beszélünk, hogy egyik se volt agresszív, és egyik se tördelte szét a játékot, az igen, akkor az benne van, de én azt gondolom, hogy mindenki oda tette magát a párharcokba, igen, mindenki sportszerűen megpróbált belemenni, és odafigyelt arra, hogy azért futballistákkal szembe játszunk. Mint csatár. Amikor ilyen formában vagy, mint amilyenben most például Varga, és tényleg minden bepattan, és mindig valahogy jó helyen vagy a jó időben, ilyenkor van valami még plusz megérzésed is, vagy egyszerűen csak mindig az dobja a gép, hogy jó. Vagy érzed, hogy most megy minden, és megpróbálsz esetleg még olyan dolgokat is, amit máskor nem tennél. Hát ilyenkor, amikor a vasárnapi misén vagyok, akkor egy kicsit többet adok a persejbe, de én azt gondolom, hogy ezek azok a szituációk, amiket nem tudod, hogy meddig tart. Tehát, hogy ez tök jó, tehát, hogy ez meg kell becsülni, értékelni kell. Én mindig azt szerettem, hogy kerüljek helyzetbe. Az mindegy, hogy bemegy vagy nem, legalább helyzetbe kerüljek. Nekem az volt a halálom, mikor helyzetbe nem kerültem 90 perc alatt, és 88%-os hatékonysággal passzoltam, de még a 16-os környékén se értem labdába. Ezt pedig fogom még hallgatni, jó, te úristen. Megjegyeztem egy számot, tudod. Jó, persze. Kiválod a statisztikákat, igen. Tehát, hogy ezek azért érdekesek, mert vannak mérkőzések, amikor az ember lejátszik egy mérkőzést, és akkor van a fejébe valamilyen kép, hogy jó, ez jó mérkőzés volt. És akkor visszanézem, és akkor nézem, hogy itt is hibáztam, itt is hibáztam, itt is hibáztam. Ú, ez katasztrofális mérkőzés volt, és visszanézem, és ha, itt is jó megoldás, ez is jó megoldás, ez is jó megoldás. Tehát mindig a másik oldalra erősít rá az, hogyha tudatosan megnézed. Na most szerintem egy futballista saját magát nem nézi, tehát hogy amikor jó formában vagy, akkor se nézed. Az biztos, hogy az nagyon idegesítő, nagyon frusztráló tud lenni, mikor 4-5 mérkőzés eltelik, és a csatár nem rugott gólt, és már ő is érzi, hogy hát ő azért van ott, hogy azért betaláljon. A Davidovics volt a honvéd edzője, aki azt mondta, hogy a kapusnak és a centernek az egyik, ami elkerüli a gólt, a csapatom, a másik meg, aki rúgja a gólt, a maximálisan bizalmat adok, és ameddig
csak kell, addig én játszhatom, és végig a pályán van. Remélem, hogy Varnabás is meg fogja kapni ezt, hogy amikor egy-két meccsen keresztül rosszabbul megy, akkor és a pályán lesz. Azt gondolom, hogy a Maé testpérekből, amikor a csatárt eladták, akkor az már egy kicsit arra hajazott, hogy azért itt jobban számítanak a magyar centerre, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit megágyazott annak, hogy ő azért ebbe a szezonba többet fog játszani, és akár a 47 gólt is elérheti, bár ezt nem tudom honnan vetted, de nem azért, mert a statisztikák... Nyilván hasraütés. Jó, de nem azért, mert statisztikákat tett, hogy nem. Hogy 12 hétmes, 14, 13 jó, csak a 47 és a 88 az nem összefüggés. Nem is csak... matek tanár, hogy ez is zavarnak a számot. Csak háromig tud, de négy ütemű gyakorlatok. Nagyon négy ütemű gyakorlatokat még el tudom mondani. Na de akkor kicsit bosszantalak. Tekintsünk előre, mert tehát azért itt október 14-én csak lesz egy Magyarország-Szerbia mérkőzés. Mi az, amit hibapontként leszűrhetett Marco Rossi? Mi az, ami erről a mérkőzésről, mi az, amiben úgy gondolja, hogy föl kell hívja a figyelmet, vagy előre kell lépjen még a válogatott, hiszen Rossi is mindig azt mondja, hogy folyamatos fejlődésben vagyunk, és mindig szeretnénk egyről a kettőre lépni, ami hát nyilván nem megy mindig, mert néha van, amikor az ember ugyanazon lépcsőfokon toporog, néha egyet visszalép, aztán tud újra menni. Mit láttatok olyan elemet, ami kicsit azt mondjátok, hogy ez kevés, ennél több kell? Hát én azt érzem, hogy ha most kellene fölkészíteni Rosszinak, akkor arra figyelne oda, hogy gyerekek, hát ez itt van a kezünkben, ezt már nem tudják kiénekelni. Tehát tudom, hogy el fogja mondani, hogy az X nem X-re játszunk, és itthon is meg akarjuk verni a szerbeket, de ez lesz az a mérkőzés, ahol mi a labdabirtoklásra ezerrel oda fogunk feküdni. Amit itt esetleg a spanyol bíró nem fújt le, azt azért Budapesten 70 ezer ember előtt azért könnyebben megfújják a hazai pályát, és azt gondolom, hogy ezekre mi rá fogunk ülni. Tehát nem először fordul már elő, hogy Rossi érába, hogy azért hazai pályán is egy icipicit húzzuk az időt, egy kicsit odafigyelünk, és ez az a mérkőzés lesz, ahol nekünk idézőjelben nem kell nekik menni, hanem el kell csalni a mérkőzést, és a Rossi erre föl fogja készíteni a társaságot. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk futballozni, azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy nálunk legyen a labda, és ne kergessük a labdát, és ez a válogatott elég labda biztos most ahhoz, hogy ezt megoldja. Igazából a válogatott már olyan helyzetben manőverezte magát, így a selejtezők felénél, hogy tulajdonképpen felesleges kockázatot már biztos nem kell vállalnia. Van egy V-Global Football nevű kollektíva, akik ilyen különböző szimulációkat futtatnak, sokat, és megpróbálják megjósolni, hogy melyik csapatoknak milyen esélye van. Magyarországnál csak Franciaországnak és Portugáliának adnak most jobb esélyt arra, hogy kijusson. Ez azt jelenti, hogy nekünk csak idézőjelben 99,72%-ában a szimulációiknak az jött ki, hogy a magyar válogatott az simán tovább jut a csoportjából. Nem hangzik rosszul. Ez nem hangzik rosszul, és nyilván ez benne lesz valamennyire, hogy felesleges kockázatot már teljesen fölösleges vállalni. Gyakorlatilag az, hogy nem tudom, Litvánia és még egy csapat megverése gyakorlatilag garantál továbbjutást ér, sőt valószínűleg egy döntetlen, vagy egy győzelem, két döntetlen is, és egész jó eséllyel még egy győzelem és egy döntetlen is, ha csak nem minden, és azért láthattuk a csoport ellenfeleket is, akiket még láthatunk addig is akcióban, hogy hát Litvánia nyilván nem, Bulgária nem tudom, 30 éves mélyponton, és nem úgy néz ki, mint amelyik kikeveredik belőle. Montenegro meg pont nem elég jó ehhez, és pont elég hibát követett el azzal, hogy nem vert meg minket, nem verte meg a szerbeket, most meg Litvániában hagyott pontokat, hogy ez az egész így összeadódik, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy itt sokkal könnyebben el tudom képzelni azt, hogy már októberben továbbjutás lesz, mint azt, hogy végig kelljen izgulni a selejtezőket, és szerintem ez lehet, hogy majd a szerbek elleni játékon is látszani fog, hogy még annál is erősebb helyzetben van szerintem a válogatott, mint amivel számoltak eredetileg. Mit szóltok ahhoz a megközelítéshez, és akkor Kálmán kedvére ezt mindjárt számokkal is alá fogom támasztani, hogy van egy olyan
általános futball megközelítés, hogy ugye aki a mérkőzéseken, a adott mérkőzésen a párharcok többségét nyeri, az valószínűleg nyeri a találkozót is. Mert pont ez, mert a meccs előtt a Tadic maga is azt mondta, hogy ugye már játszottak legutóbb is, és azt mondták, mindig nagyon kemény, nagyon sok párharcos mérkőzés volt, és most is erre számít. És hát valóban jó sok párharc volt, de viszont ezen a mérkőzésen a párharcok jelentős részét elvesztette a magyar válogatott, mégis nyert. Tehát ilyen 36-41-43-39%-ban nyeregettük meg a támadó védekező fej és csel párbajokat, vagy a csel mutatókat, miközben a szerbek 59-64, a fej párbaj az ugyanannyi volt, nekik is értelemszerűen 43-43, mert van, amikor nem. Megnézzek ott egy fél idei ez azért egy az első 25 percben szinte minden mutatóban felülmúltuk őket, aztán meg minden mutatóban ők kerültek fölénk. De Kálmán már vigyorog. Igen, mert ezen, nagyon szeretem. De most alapvetően a párharcról, tök mindegy a számok, felejtsük el. Nagyon szeretem a statisztikáidat, mert ebből lehet tanulni, hogy mi az, amit fölösleges nézni. Nem tudom, hogy odafigyelsz. Az alaptézis. Hány perce beszélgetünk? 40 perce mondjuk, lényegtelen. 57, 57 perce beszélgetünk. A 12. percben beszéltünk egy párharcról, amikor a Fiola Gudei párharc, az tök Négo-Gudei párharc, az tök mindegy a többi. A többi 99 párharc nem lényeg. Azt a párharcot megnyerte a Négo, a Sallai kapura rugott, a kapus rossz helyre ütötte ki, a Sallai eltörte, Varga Barnabás lerúgta. És innentől kezdve az összes párharc értelmét veszti. Igazad van. Ez az alapmondás, ez nem igaz? Alaptézisként nem lehet elfogadni? De tökéletes alaptézis, de nem mindegy, hogy hol nyered a párharcodat. Tehát, hogy a párharcok régen arról szóltak, hogy a kapus kirúgások szituációban, az a félpálya. Ez a 16-os oldalvonala volt, amit a Négo megnyert. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ezért nem mindegy a statisztika, tehát ezért nem mindegy a passzhatékonyság, hogy hol, merre, ez a fele. Nagy minta. Persze. De igen, tökéletesen igazad van, tehát én azt gondolom, hogy a második fél időben fölénk nőttek, és hogyha megnéztem a szerbeknek a mezét, vagy a felső testét, akkor én is megijedtem a himnuszok alatt, hogy azt hiszem, hogy itt mindegyik kondibérletet kapott karácsonyra, tehát olyan karok voltak, és olyan adottságok, amikkel elég nehéz lett volna mondjuk egy Nagy Ádámnak fölvenni a versenyt, mégis másba föl tudta venni, és azt gondolom, hogy a hátul lévők azok a kirúgásokat, a felivett labdákat jó hatékonysággal fejelték vissza, a többiek viszont ezekbe veszítettek. De lehet, hogy ezért nőttek fölénk, mert a többiek mondjuk a 25-től 90. percig a középpályán vagy olatt a párharcok többsége zajlik, ott inkább alul maradtak, és ezért jöttek ennyire. Persze, de ez az, hogy kidominálni. Akkor ebbe érdemes lenne fejlődni, vagy a következő szerbecsen? Nem fogsz tudni egy hónap alatt, nem fogsz tudni az előző kérdésed, de én szívesen válaszoltam volna én is, csak váltottunk, hogy a szerb mérkőzéstől mit várok. Én azt várom, hogy a montenegrói mérkőzése kicsit nehezebb lesz. Tehát nehezebb lesz Montenegrót megverni itthon, de ott meg olyan szerencsénk, hogy az utolsó mérkőzés, tehát ott már mindegy, hogy mit csinálunk, ünnepelhetünk. Én úgy érzem, hogy tényleg addigra már ünnepelni fogunk azt, hogy kijutottunk egyeneságon, és maximum azt mondjuk, hogy elrontottuk egy kicsit az ünnepet, ilyet már láttam egyszer-kétszer azért a sportpálya futásom alatt, hogy ilyen előfordult egy csapattal, de hát akkor már nem mindegy, hogyha kijutottunk fel fölött tapsolva. Akkor végre egyszer nem 40 valány év után egyeneságon kijutottunk, rendben van, és a első helyen, tehát ott még, mert mindig arról kezdtünk beszélgetni, hogy hát ki hogy viszonyul hozzá, és mindig mondják, hogy most a létszámelemelés miatt, na most ha első helyen jutsz tovább, akkor nincs létszámelemelés, akkor kijutottál erre az Európa bajnokságra, és azt gondolom, hogy most ez lesz, tehát, hogy ez a tegnapi mérkőzés, ez ezt mutatta meg, hogy ez a csapat most kész arra, hogy egyeneságon kijusson, és nem szeretnénk kienekelni a sajtot a szájukból, tehát én azt gondolom, hogy van annyira fegyelmezett brigád, hogy ha kell, akkor itthon Marco Rossi győzelemre készíti a csapatot, de hogyha játszunk egy jó, erős 0-0-át, és nem történik semmi a mérkőzésen, akkor már elégedettek leszünk. De lehet azt a szerbek is nagyjából aláírnák.
Hát nekik szerintem itt megint az lesz a fontos, hogy ne... Ők szeretnének még egyszer kijutni az EB-re. Hát ne kapjanak ki oda-vissza, de hogy azért szerintem így játékerő alapján ez a két csapat azért... Nem azért azt gondolom, hogy a második fél idő, ami nekem egy kicsit... hogy mondjam, annyiba volt rossz, hogy ez a szerb válogatott, ez meg volt verve a szünetbe. És a második fél időben ők azért úgy gondolják, hogy hát ezt a magyar csapatot, ezt szégyen, hogy kikaptunk tőlük itt itthon. Tehát ezért sajnálom egy kicsit a második fél időben, hogy nem többször rángattuk meg őket kontrából, és nem voltunk veszélyesebbek. Tehát ha most megkérdeznél őszintén egy szerb játékost, és akkor nem tudom, hogy beszélne, valami így csel, de akkor biztos, hogy azt mondaná, hogy hát ezért ezektől nem szabadott volna kikapni. Az első fél idő alapján viszont azt mondta volna, hogy hát ezek jobbak nálunk, és sajnálom, hogy ez a második fél idő ezért sajnálom. Ha fordítva lett volna, akkor azt gondolom, hogy itt már egy legyőzött szerb csapat jött volna, eleve feltartott kézzel, aki örült volna annak, hogyha itt elér egy döntetlent. Most a szerbek úgy gondolják, és nekünk ezért kell odafigyelni az elején a szerbek ellen, az októberi mérkőzésen, mert a szerbek úgy gondolják, hogy ezt a magyar csapatot idegenben is le lehet győzni, és akkor utolérjük őket újra, és újra nyílt a verseny, de igazából a második helyen is kijutnánk, de én azt gondolom, hogy most tényleg az első helyet kell megcélozni, és most nem azért kell az utolsó fordulóig várni, hogy matematikailag kijussunk, hanem azért kell az utolsó fordulóig várni, hogy akkor biztos az első hely, mert szerintem biztos lesz. Pont tegnap elkezdtem számolgatni, és sokkal jobb úgy számolgatni, azt számolgatni, hogy mikor lehet meg a továbbjutás, mint azt számolgatni, amikor így van 13 szenárió, amiből rosszul jössz ki, és lehet egy olyan, amiből jó. És ugye évekig az utóbbihoz voltunk hozzászokva, hogy vadul számoltunk, hogy mik azok az eredmények, amiknél nem szállnak el az esélyek. Most meg azt lehet számolgatni, hogy mikor lehet, hogy már a magyar válogatott viszonylag korán bebiztosítsa a továbbjutást. Egyébként most úgy áll ráadásul a magyar válogatott, hogy első kalapos lenne az EB-n. Hogyha így megy tovább, ami megint csak azért pislog rá az ember, mert hát finoman fogalmazva sem ehhez voltunk hozzászokva, de lehet, hogy ilyenekhez hozzá kell szokni, ami ez nagyon könnyen hozzászokik az ember, azt hiszem. Hát a jó, az mindig, de ezt mondom még egyszer, milyen jó, hogy egy Szerbia elleni Belgrádban elkönyvelt 2-1-es siker után ilyenekről tudunk beszélgetni, hogy még azt keressük, azt a kicsi hibapontot, ahol még lehet fejlődni, meg még lehet fejlődni, de tulajdonképpen a sportot, a futballt ez viszi előre, a folyamatos fejlődés. Aki nem ezt keresi, az előbb-utóbb egy helybe topog, vagy vissza fog lépni. Meg én azt gondolom, hogy aki sikeres, az mindig a győztes mérkőzés után kritizál. Aki sikertelen, az mindig a vesztes mérkőzés után kritizál, akkor mindenkinek nagyon fáj, tehát akkor sokkal nehezebb. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar futballnak most nagyon fontos, hogy most tegye helyre a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó helyen van, de azt a helyet se kell fölpakolni a polcokra, ami néha előfordult, hanem ezt a helyen kell kezelni, és oké, jó helyen vagyunk, jó úton vagyunk, arra a győzelem útjára léptünk, de ott is kell maradni, és ezt értékelni kell. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok a tudásotokat a hallgatókkal. Tőletek pedig azt kérem, kedves hallgatók, hogy jövő héten is legyetek velünk. Az Ittszerrel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!